teach us. És tapsot kapsz. Ez milyen már? Tök jó, nem? És fellököm közben. Csak élvezni akartam az ő tapsát. I just wanted to enjoy the applause he was given. Józsué 2. The second chapter of the book of Joshua. Na. Ott hagytuk abban múlt héten, te Jani. Last week we stopped at a certain point. Hogy készüljenek a nép az átkelésre. The people were getting ready to cross the river Jordan. Mert néhány napon belül átkelnek. Because in a few days time they will cross the river. Úgyhogy eljutottunk már idáig. So we have come to this point already. Remélem, hogy érzitek majd egy kicsit ma este, amikor ezt a részt nézzük, hogy mekkora tulajdonképpen várakozás kellett, hogy legyen a népben az átkelés előtt. I hope that as we read this chapter today, you will sense the expectancy of the people, the expectancy that you must have felt before they crossed the river. 40 éve bolyongtak a pusztába. Because they were wandering in the wilderness for 40 years prior to this. És Isten megígérte nekik, hogy bemenhetnek arra a földre majd. And God promised them that they would be able to enter this land. És most ott állnak a kapuban. And now they are standing at the gates of it. Hogy fokozom a feszültséget, meg imádkozom. And I will pray just to increase the tension even more. Drágunk, szeretnénk eléd menni most. Dear Lord, we want to come before you right now. Szeretnénk hallani felőled. And we want to hear from you. Szeretnénk látni a kezedet, ahogy munkál. We want to see your handwork. Szeretnénk érezni magunkban is, hogy a te lelked munkál. And we also want to sense in our hearts that your spirit is working. Köszönjük, hogy a te ígéd az élő és ható. Thank you that your word is alive and effective. Hanem ki tud hozni belőlünk mindent, aminek nincs ott a helye. That it is able to cut everything out from us that has no place in us. És be tud tölteni minket a te jelenléteddel. And it is able to fill us with your presence. Kérjük ezt a ma estére. And that's what we ask for today. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Ja, bocsánat. Szóval még nem, azt nem tudja a nép, hogy hogyan fognak átkelni a vizen. So the people doesn't know how they will cross this river. Csak azt tudják, hogy bocsánat, még és azt tudják, hogy mi fog történni utána. And they don't know what is about to happen afterwards. Csak azt, hogy Isten arra hívja őket, hogy vegyék majd birtokba a földet. All they know is that God is calling them to possess the land. És Józsué ki fog lépni hitben, itt azt fogjuk látni. And Joshua is about to step out in faith. Úgyhogy kezdjük is az első versre, második fejezetben. So let's start with verse 1 in chapter 2. Akkor Józsué Nun fia titkon két kémet küldött Sittimből, és azt mondta nekik, menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznenő házába, és ott lefeküdtek. Tehát azt olvassuk az első versben, hogy két kémet küld ki Józsué. So in the first verse we read that Joshua sends out two spies. Na, egy picit szeretnék egy pár képet mutatni majd nektek, hogy mégis el tudjátok képzelni, hogy milyen hely ez. I want to show you a few pictures so that you could imagine or envision the place. Szerintem az elsőt azt mutathatjuk is. We can show the first one already. Az első, ez egy ilyen műholdas kép, látjátok, és this was made from a satellite. És ezt, hogyha képeken nézt, vagy térképeken néztek Izraelt, ez pont fordítva van, az észak felől néz délre. And if you look at a map of Israel, then you see that this is upside down. It was from the north to the south. A kép alján lévő kis kék folt, az a Genezáreti tó. And that little blue spot in the bottom of the picture is the lake of Genezareth. A
fejette lévő másik kék folt az volna a sóstenger, a holtenger. The blue spot above it is the Dead Sea. Távolban pedig a vörös tenger. And somewhere far up there is the Red Sea. A két kék víztest között van a Jordán folyó. And the River Jordan is between those two blue spots. És Jerikó, tehát vagy az a rész, ahol átkelnek a folyón, az egész közel van a holtengerhez. And Jericho, or the spot where they are about to cross the river, is really close to the Dead Sea. Menjünk tovább a következő képre, ez délről néz már arra a részre. The next picture is looking at the same area, but from the south to the north. Nem tudom, mennyire tudjátok elolvasni. Most innen nézve a jobb parton van ugye Izrael, onnan jön Izrael, jobb oldalról. And I don't know if you are able to read those writings, but looking from here, on the right side of the river is Israel. They are about to cross the river from there. Bal oldalon van Jerikó, ott van egy piros pötty, és mellé írva, nem tudom, a jó szemetek, akkor tán látjátok. Left-hand side is Jericho, and there is a red spot there, it's written there. És azt talán érzitek, vagy látjátok, hogy ez egy frankó kis völgy. And I don't know if you see it, but it's a really cool valley. Azt biztos tudjátok már, emlékeztek esetleg máson, hogy ez a föld legmélyebb pontja, ilyen 400 méterrel vagyunk a tengerszint alatt. You probably know that the Dead Sea is the lowest point on the earth, like on the surface of the earth. It is over 400 meters below sea level. Mondjuk még egy képet. Az is még egy ilyesmi képét topográfiával. It's similar with the topography, or you can see the terrain on it. Két oldalt elég magas hegyek, akkor van ez a völgy, aminek a közepén folyik a folyó. Then on both sides you see quite high mountains, and then in between them there is a wide valley, and the river is flowing in the middle of it. Mit akartam itt megmondani? Ja, igen, a völgynek a szélessége, amit mondjuk Jerikó magasságában lehet, az olyan 10-15 kilométer. The width of the valley near Jericho is about 15 kilometers. Viszonyításképpen mondjuk a Balaton, hogyha veszitek, akkor a mondjuk Siófokkal szemben van ugye Almádi, Alsóes, Füred, ez nagyjából olyan 10 kilométeres távolság, tehát picivel annál több. Just so that you can picture how big this distance is, like if you go to Siófok at Lake Balaton, across from it you will see Balaton, Füred and Alsós, and that, for example, Alsós is 10 kilometers away from Siófok. De itt egyébként a Jordán völgyében azok a hegyek, amiket lehet látni, ezek sokkal magasabbak. Tehát ezek ilyen a mínusz 400-hoz képest simán egy 1000 méter magasak. But these mountains that you see on both sides of the river are much higher than on the other side or the north side of Lake Balaton, especially compared to the minus 400 meters of sea level of the Dead Sea. So they are at least about 1000 meters higher than that level. Látjátok, ha látjátok, akkor a jobb oldalon vannak tevék, rajzolva. I don't know if you can see it, but you can see camels on the right-hand side. Bal oldalon meg van Jerikó városa, ezek nyilván aránytalan rajzok, Jerikó is. And on the right-hand side there is the city of Jericho, and obviously the proportions aren't really exact. Tehát Jerikó nem volt ekkora a völgyhez képest, mint hogy a tevék se ekkorák a völgyhez képest. Jericho was not as big if you compare it to the valley, and the camels were not that huge either. Ami még egy picit érdekes majd, hogy ott, ha látjátok, van egy település, ami Gilgál a neve, Jerikótól kicsit északra már a folyónak azon az oldalán. What's also interesting that you see a place called Gilgal already on the left-hand side of the river, a bit north from Jericho. Arról a helyről annyit érdemes, majd olvasunk róla eleget egyébként, nem ma, hanem később, hogy ott fog táborozni Izrael egy hosszabb ideig. We will read a lot about that place because Israel will camp there. Ahogy leszállunk itt a földre, és kérem akkor a következő képet, vagy képeket.
And as we nagyjából így néz ki. Down not from satellite, but this is how the landscape looks like. Látjátok, egy kicsit olyan párás is, van, amikor lehet látni a túloldalt, van, amikor nem lehet látni. Sometimes it's quite foggy, sometimes you are able to see the other side, sometimes you cannot, just like at Lake Balaton. Okay, here is the next picture. Itt jobban lehet látni a túloldalt. Here you can see the other side. It's much more visible. Magában a völgyben mezőgazdasági tevékenység folyik, ahol lehet csinálni ilyet. And wherever it's possible, they were cultivating the land in the valley. Itt látjátok, itt ilyen fóliasátrak vannak, és túl a kép tetején lehet látni azt, hogy na, hogyan is néznek ki ezek a dombok a túloldalon. Greenhouses and you can see how the mountains look like on the other side. Itt ezen a képen a folyóval, ahol ott a hegyek lábánál van egy zöld sáv, ilyen erdőkkel, egész biztosan ott van a folyó. And on this picture you see somewhere in this green line that is surrounded by trees or forests, and probably that's where the river is. Mehetünk, következőre mehetünk. Igen, ez egy ilyen kép. Ja, mehetünk még egyet. We can go again. Na, az néhány helyen ilyen. Tehát látható, hogy ezek magas hegyek azért. And you can see that these are really tall mountains. És sivárak. And that they are barren. Következő. Next one. Van ahol banán, az előző, vagy 2005 banán volt, ezek meg tatolyapálmák, tehát ahol tudják öntözni a földet, these ott, are, ott azért dates, próbálják a mezőgazdaságot fenntartani. In the previous picture we saw banana trees, so wherever it's possible, they are really trying to cultivate the land. Következő. Next picture. Ez a Jordán. This is the River Jordan. Már ezeket képen internetről szedtem le. Tehát ez a Jordán folyó. I found these pictures on the internet, so this is the river. Okay, mi a Duna mellett növünk föl, ez azért egy kicsi folyó. We grow up here by the river Danube. Compared to that, this is really a small river. Azt olvassuk majd a mai részben, hogy ennek a folyónak volt a gázlói, tehát ahol át lehetett menni a folyón. And in today's passage we'll read that there were spots in this river where you could just simply walk across. Menjünk vissza az előzőre egy picit. To the other side. Előző képre vissza tudunk menni. Igen, tehát erről még az ember azt mondja, hogy neki fut, akkor még esetleg át is. You even think that if you run really fast, you can even jump over it. A következő, tehát ami az előbb volt, a következő kép. Okay, itt már az lehet érezni, previous... hogy ennek azért lehet, hogy van sodrás, és nem biztos, hogy lábon maradunk. But here you see that maybe there's a stream, quite a strong stream in this river, and you might not be able to just stand on your feet when you cross it or step into igen, it. Hát itt már nem biztos, hogy lábon maradnánk, még ha nem is nagyon mély. You can see that even if it's not that deep, you might not be able to just stand in it. Annyit tudunk egyébként a Jordánról, csak hogy ne becsüljük le azt, hogy Isten itt átvezette a népet majd. But we need to know about this river some things, so that we would not think that it was a small thing for God to take the people over it, or lead them over it. A következő fejezetben oda jutnak, hogy át is kelnek, akkor Isten azért megjegyzi, hogy a Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Tehát azért valószínűleg ezeknél a képeknél vadabb a folyó akkor, amikor át kelnek. When we read in the next chapter that when they crossed it, the river was higher, its level was higher than ever, because it was during harvest time, so probably the river was much bigger and deeper than what we can see on these pictures. No, visszatérve az igére. Okay, going back to the verse, amit olvastunk. And to the verse we read. Meg legyen a kép egy kicsit a fejetekben, főleg a völgyről, amik készültek képek. And please just keep these pictures in your mind, especially the pictures about that valley. Ugye az történt az előző részben, vagy részekben, hogy Izrael eljutott a Jordánhoz. Ez azt jelentette, hogy a hegyek közül elkezd kiszivárogni egy nép.
In the previous chapters, we read that Israel got to the River Jordan, which meant that this huge people group started coming out from among the mountains. So, amikor egy ember jön le ott szembe 10-15 kilométerre a hegyek vagy a völgyben, nem biztos, hogy észreveszünk. So, if only one person just starts walking downhill and into the valley on the other side, you might not notice it. De 2 millió emberről beszélünk. But we are talking about 2 million people here. Tehát itt azért ezt az észrevehet venni. So it's quite noticeable. Jó, Jerikóba küldi ki, vagy kiküld kémeket Józsué, most látva meg a távolságot is itt felmérve, gondoljátok, hogy oké, át kellett kelni a folyón, mondjuk úsznak egy kicsit, de ez egy olyan 3-4 órás program. And if you we read here that Joshua sent out 2 spies and we saw the pictures and the river they needed to probably swim and hike a bit. It was about a 3-4 hour long hike. Ugye bemennek a városba. So they go into the city. Bemennek egy olyan házba, ahol nem kérdeznek sokat tőlük. They enter a house where they're not asked much. Egy parázsanőhöz. Because they go into a prostitute's house. Azt olvasok, hogy kérnek, hát nem olvasok ezt, de hogy lefekszenek aludni. And you don't read, but they actually go to sleep there. Vegyetek észre, hogy a kémek nevét nem tudjuk. Ráhábét, igen. And please notice that we don't know the names of the spies, but we know Rahab's name. De Jerikó királyát figyelmeztették, 2-3 vers. Vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az országot. Verses 2 and 3. Szóval észrevették őket. So, they were noticed. És Ráháb, oda mennek Ráhábhoz, és kérik, hogy adja ki Ráhába a férfiakat. And the man went up to Rahab and asked her to give the 2 spies out to them. 4-től 7-ig versig. And then let's read on from verse 4 to 7. Az asszony azonban fogta és elrejtette a 2 férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánok, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkórok közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felévevő úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Ráhab nem mond igazat. Rahab doesn't speak the truth here. Nyersebben mondva, hazudik. Actually, she lies. Most ezzel mit kezdünk? What should we do about that? De lehet egy kegyes hazugság? Is it possible to say a godly lie? Hiszen életeket ment meg vele. She saved lives with it. És Isten munkáját szolgálja. And it served the purposes of God's work. Azt tudjuk, hogy a Biblia Sátánt nevezi a hazugság atyának. We know that the Bible calls Satan the father of lies. János 8:44-ben, akik in John chapter 8 verse 44. Ezzel szemben pedig Istennek minden tette és szava igazság. On the other hand, every deed and word of God is truth. Nem szeretnék ezen a témán többet rugózni, mint amit a Biblia rugózik. I don't want to talk more about this topic that the Bible talks or says about it. És ezen nem rugózik többet. And the Bible doesn't speak any more on that. It doesn't dwell on this. Isten el tudja végezni a munkáját, ami gyarlóságunk ellenére is. God is able to accomplish his purposes and his work even in spite of our failures and our sinfulness. És higgyétek el, hogy elvégezte volna akkor is, ha Ráhab nem mond, ha and believe me, he would have accomplished his work even if Rahab did not lie. Nem ítéli el Ráhábot. He doesn't judge Rahab. De azért látjuk is, leírja, hogy itt nem mondott igazat rá. But it does it is described to us that she didn't say the truth here. Hogy vegyük el azt
az igéből meg Istentől, hogy ő meg tudja bocsátani az elesésünket. And we can understand from the word and we can take it from God's hand that he is able to forgive us our failures. Azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ Jesus általa. Jesus told Nicodemus that János God 3:17. Did not, in John chapter 3, verse 17, that you can just read it on the screens. 8. verstől mind is megyünk tovább. And let's continue from verse 8. Még le sem feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráhába háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten fönn a mennyben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet, és mindenüket, és megmentitek életüket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki, életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Nézzük meg, egy picit álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy mit tudhattak a jerikóiak, illetve Ráháb Izraelről. Let's stop for a moment and let's see what the people of Jericho and Rahab could have known about Israel. De amikor Ráháb ilyen súlyos dolgokat mondná, úgyhogy hogy nagyon őszinte és igaz dolgokat mond, akkor minden tudása lehetett. So when Rahab says these really heavy and truthful things, what kind of a knowledge she must have had? Mire alapozódhatott az ő hite? And what could have been the basis of her faith? Annyit tudhatott egyébként, bár ezt nem biztos, hogy tudta, hogy egy család volt Izrael valamikor a környékről. She might have known, but might have not, that long ago there used to be a family who lived in that area. Ez a korábban ez olyan 500 évet jelentett. Earlier means about 500 years. This was the family of Abraham. Zárójelben megjegyzem, ma van a reformáció ünnepe, és az 501 éve, tehát körülbelül erről a távolságról beszélünk időben. Just in brackets I want to mention that today we celebrate the 501st year of the Reformation, or since we had the Reformation. Azt is tudhatta Ráháb, hogy egy különös Istennek szolgál ez a nép. And Rahab could have known that that this people is serving a strange god. Kezdve az atyukkal, Ábrahámmal, és utána Izsák, Jákob így lefelé. Beginning with their father Abraham and then Isaac, then Jacob. Különös Isten, különös szokásokkal. It was a strange god with strange customs. Ez a család elkerült Egyiptomba, ahol rabszolgák lettek, és közben nagy nép is lettek. And then this family somehow made it all the way to Egypt, where they became slaves, and they also grew and multiplied there. És amit már Ráháb itt említ, az, hogy 40 évvel ezelőtt Isten ugye hatalmas kézzel kihozza a népet Egyiptomból. And here Rahab mentions that 40 years earlier God brought the people of Israel out of Egypt with a mighty hand. Ráháb egyébként jó esélye, akkor még nem is élt. And Rahab most probably didn't even live at the time. És akkor megint ilyen mai kontextusba helyezem, azért 40 év ugye sok, ezért érezzük, mondjuk 1978. Jó, and mához képest. Just to bring it up to a date that we can imagine it, 40 years are quite a long time. This is, we are talking about 1978. Ez a nép azóta a pusztában volt.
And these people was wandering in the wilderness ever since then. Azt tudják, hogy sokan vannak, és Isten valahogy gondoskodik róluk. And they know about them that there are many of them and God is somehow taking care of them there. És biztos sokan legyintettek már rájuk, hogy biztos meghaltak a pusztában. And maybe many of them have given up on them. That they must have died in the wilderness. De időről időre jött valami hír, hogy nem látták őket, tök jól megvannak továbbra is. But time and time again they received news that they are doing well. Sőt, folyamatosan velük van egy felhő, nappal este meg valami fények fölöttük. And actually every day during the day there is a cloud above them and during the night there are some lights around them. Aztán néhány hónapja kaphatta azt a hírt Jerikó. And probably a few months earlier to this event Jericho must have received the news. Hogy a Jordán túlpartján két népet kiirtottak. That they exterminated two people groups on the other side of the Jordan River. Csak emlékeztetőül, hogy az egyikről azt mondjuk, hogy Szihon volt a királya, az Amoriak egyik népe. Just as a reminder, Sihon was the king of one of these people groups. Izrael engedélyt kért tőlük, hogy áthaladhassanak az országon. Azt mondták, hogy le se térünk az útról, csak hagy mehessünk át rajtatok. Israel asked them that they would allow them to cross their land. They told them they would not even step off of the road. They just want to cross their land. De Szihon rájuk támadt. But Sihon and his people attacked them. A másik király meg eleve rájuk támadt. The other king attacked them up front, right away. Na, amikor megjönnek a hírek, hogy ez a két nép úgy eltűnt, akkor döbbentek le a jerikóiak. And so when the news reached them that these two people groups ceased to exist, that's when the people of Jericho got shocked. És a döbbenetüket nyilván fokozta az, amikor elkezdenek kiszivárogni ott a túloldalon a hegyek közül. And their shock and must have grown when they started noticing all these people just coming out from among the mountains. És még jönnek, és még jönnek. And getting closer and then more and more and more of them coming. És már csak a Jordán választja el őket. And it is only the river Jordan that separates them from them. És már itt vannak a kémek. And here they are already. Ráhab tudja, hogy Izrael istene hatalmasabb, mint bármilyen más isten. Or actually, the two spies have arrived too. Rahab knows that the God of Israel is mightier than any other god. Ennek erről tesz bizonyságot. And here she testifies to this faith of hers. Nagyobb Izrael istene, mint az az isten, akik vagy azok az istenek, akikben az emberek körülötte hisznek. The God of Israel is greater than the gods of all those people or believed in by the people around her. És Ráhab tudja, hogy Isten, mondja a saját szájával, nekik fogja adni ezt a földet. And Rahab tells them that she knows God is about to give them this land. Úgyhogy tulajdonképpen okos Ráhab, amikor menedéket kér a kémektől maga és a családja számára. So Rahab was really wise when she asked the spies to save her family and her. És a kémek a szavukat adják. And the spies gave their word to her. 15. verstől. Reading from verse 15. Azután leeresztette őket kötélen az ablakon át. Háza ugyanis a vár falánál volt, és így a vár falnál lakott, és ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek, azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, kösd ezt a piros fonálból font kötelet az ablakra, arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjts magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. És akkor, aki csak kijön házad ajtaján az utcára, az maga lesz halálának az oka. Mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amellyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondjátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rákötötte az ablakra.
Tehát Ráhab leereszti őket a várfalon. So Rahab let them down the wall. És aztán ugye hegyek, olvastuk, hogy a hegyekbe küldi őket, tehát hogy fiúk máskirány minduljatok, ne a folyó felé, mert mindenki arra keres titeket. And she sent the spies to the mountains because the men of Jericho would be looking for them near the river. És a piros fonalat már most kiteszi az ablakba. And she put the scarlet cord right away into her window. A kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe. And the spies left. They got to the mountains. We are reading actually from verse 22. És ott maradtak három napig, amíg az üldözök vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözök mindenfelé, de nem találták. Azután visszatért a két férfi, lejöttek a hegyekből, átkertek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhez, Nun fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Aztán azt mondták Józsuénak, bizony, kezünkbe adta az Úr azt a egész földet, már is reszkedt tőlünk annak a földnek minden lakója. Tehát vissza, három nap után lejönnek a hegyekből, visszatérnek a táborba Józsuéhoz. So three days later, the spies left the mountains and they went back to the camp of Israel and Joshua. És elmondják neki, hogy mi történt. And they told Joshua what happened to them. Szeretném, ha elég, van azért még hátra idő, szeretném, ha kicsit előrébb ugornánk a történetben. Since we still have some time, I want us to jump ahead in the story. És nézzük meg, mi történik Ráhábbal. And let's see what happened to Rahab. Ráhab elbúcsúzik a kémektől, három nap még visszamennek a kémek. Rahab says goodbye to the spies three days later, or it took three more days for the spies to get back to their camp. Később azt olvasjuk, hogy miután megérkeztek a kémek, másnap a nép lemegy a folyóhoz. And later we read that right after the day after the spies got back, the people went down to the river. És három nappal azután át is kelnek a folyón. And three days after that, they actually crossed the river. Ez szinte ilyen naptár pontosággal benne van itt, és mondja, hogy az első hónap 10-én kelnek át a folyón. And we actually even have the dates of these events. They crossed the river on the first day of the first month. Igen, első nap 10-én. The 10th day of the first month. Megérkeznek Gilgába, a településre, amit mutattam. And they got to Gilgal, that was the place I showed you on one of the pictures. Ott fogják körülmetélni a férfiakat, és a 14. napon, tehát 4 napra rá megünneplik a Páskát. This is where they will circumcise all the men, and then on day 14, and they will celebrate Passover. És csak ezután fognak Jerikó ellen menni. And they will go against Jericho only after these events. Nem akarom lelőni a poént, de nyilván sokan ismét a történetet, a Jerikó bevétele nem egy nap alatt fog megtörténni, hanem 7 nap alatt fog megtörténni. I don't want to spoil the story for you, but I think many of you know the story that they took Jericho not in one day, but in 7 days. Tehát legalább 10 nap telik azután, hogy Ráhab elbúcsúzott a kémektől, addig, amíg a nép megjelenik a város alatt. So at least 10 days have passed after Rahab said goodbye to the spies until the people arrived at the city gates or to the walls of the city. Ugye a kötelet kitette már a ablakba. She already tied the scarlet rope or cord into her window. És egész biztos, hogy a családját már az első napra behívta magához. And we can be sure that she already invited all her family into her house, even on the first day. Nyilván ő nem tudta, hogy fog elesni még a város. Because she had no idea how the city would fall. De még 6 napig nem történik semmi. But nothing happened for 6 more days. De 7. napon aztán leomlik a városnak but a fala. Then, on the 7th day, the walls of the city come down. És a két kémnek lesz az a megbízatása, amit én úgy hívtam, hogy Ráháb habművelet. Hadművelet, nem habművelet. And it will be the task of the two spies to do what I called maneuver or operation Rahab. Jézsú azt mondta nekik, hogy ti tudjátok, hol voltatok, ti ismeritek a nőt. Ti mentitek ki. Joshua told them, okay, you know the lady, you know where her house is, you go up and get her out. Megtörténik ez is. This also happened.
És utána azt olvassuk róla, egyébként 6. fejezetbe tartunk már egyébként, de csak ilyen mazsolázás van most, azt érzitek. And I'm only taking bits and pieces from the story, because we are already in chapter 6. Hogy azt olvassuk Ráhábról, hogy letelepedett Izraelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket. And there we read about Rahab, that she settled down in Israel, and she lives, she is still living there until today. Tehát Mindegy. Because she hid the spies. Egészen biztos, hogy Ráhab először a táboron kívül kapott helyet. It is for sure that Rahab was given a place to live at first outside of the camp. És a gyerekek kirángatták az apukájukat, anyukájukat, hogy apa, mama, kik ezek? And the kids just dragged their parents out and asked them who these people were. És mindenki elmondta, az a nő, aki segített nekünk Jerikóban. And then they were told, this is the lady who helped us. Szóval Ráhab idővel megtanulta a szokásokat. So in time Rahab learned their customs. És egyre jobban beilleszkedett. And she started to fit in more and more. És egyszer csak jött egy férfi. And then all of a sudden a man appeared. Tudjuk a nevét is, úgy hívják, hogy Salmon. Salmon. Nem lazac. Nem lazac, hanem. Csak vicc. Az angolul a Salmon a lazac. Igen, de nem igen, lazac. Jó, Salmon, ez okay, a neve. So he wasn't a fish, he actually was a man. És feleségül vette Ráhábot. He married Rahab. És ismétek a Bibliát később, akkor tudhatjátok, hogy az ő leszármazottja, egyik leszármazottja Boáz. And if you know the Bible, then you know that one of her descendants is Boaz. Aki Rútot vette feleségül. Who married Ruth. Akiknek lett a gyerekük Obéd, aki meg Dávidnak volt a dédapja. Okay, Dávid királynak a dédapja. Their son was named Obed, and he was the great grandfather of King David. Ha sok ez, akkor tudjátok, hogy bekerül gyakorlatilag Ráhába, a királyi vonalnak lesz egy felmenője. If this is too much for you, it's enough to know that Rahab made it into the royal genealogy. És mint a királyi vonalban van aztán Jézus is. And she was as such she was part of Jesus's genealogy too. Úgyhogy hogy történhetett meg az, tehetjük fel a kérdést. We can ask the question, how could it happen? Hogy egy izraeli férfi elvesz egy parázna pogány nőt. That an Israelite man marries a heathen prostitute. Kegyelemből. By grace. Lelövöm a point előre. Aha, I just. És most szeretnék egy kicsit egy olyan témáról beszélni rövid ideig, ami így csak lazán kötődik ehhez a témához. And for a short time, I just want to talk to you about a topic that is only loosely connected to our topic today. És ennek az az apropója, hogy elég sok kérdést kapunk arról, mert elég sokszor előfordul közöttünk. And it is because we receive many questions, and actually it happens a lot among us. Hogy emberek újra akarnak házasodni. That people want to get remarried. És ez egy nem egy könnyű téma, az újraházasodás témája. And the topic of remarriage isn't an easy one. Most Ráhábnál nem ez a helyzet, jó? Tehát ezt vegyétek, nem olvasunk a férjéről. No, that this wasn't the case with Rahab, because we don't read anything about her husband. Ő mai nyelvvel szóval egy prostituált volt. Yeah, she was a prostitute, using today's language. De Isten kegyelméből bekerülhetett oda, ahova bekerült. But by God's grace, she could get into where she could get into. Where she got into. Na, nézzük meg a újraházasodásról. Mégis hogyan kapcsolódik majd ez a dolog. But let's see how this is tied into remarriage. Kezdjük az újraházasodásnak az egyszerűbb esetével. Let's start with the most simple case of remarriage. A házasságot nyilván az egyik félnek a halála fel fogja oldani.
Because a marriage ends by the death of one of the parties. A másik szabadon újra házasodhat. Then the other party can freely remarry. Már az Ószövetség is nagyon sokat rendelkezik egyébként erről, főleg akkor, hogyha az asszony gyermek nélkül maradt. And even the Old Testament gives us a lot of directions about this, especially when the lady was left without children. Az Új Szövetségben is olvasunk rendelkezéseket erről. And we read a lot of directions about it in the New Testament as well. Pál azt írja az 1. Timóteus 5:14-ben. Paul writes in 1 Timothy 5:14. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra. That I want the younger widows to get married and give birth to children and lead a house, and that they wouldn't give reason to the enemies to blaspheme. Okay. A fiatalabb itt azt jelentette egyébként az egyház számára, a pár számára, hogy 60 évesnél fiatalabb. But young widows for Paul meant that these were ladies younger than 60 years of age. Maradhatott fér nélkül. She could remain unmarried. De az egyház még az volt a kérdése Pálnak, hogy akkor se tekintse özvegynek őt. But Paul asked the church not to regard these ladies as widows, even if they did not marry again. Pál egy másik levélben, a 1. Korintus levél 7. fejezetében, a 39:40-ben, nem tudom, hogy előtt tudjuk egy gyorsan keresni. In a different epistle of Paul, in 1. Korintus 7:39-40, 39-40. Az asszony törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. Az érvéleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Tehát az özvegy minden további nélkül újra házasodhatott. So the widow could get remarried without any problems. De azért érdemes volt ez megfontolni. But it was worth thinking it over though. Nézzük a nehezebb eseteket. Let's look at harder cases. És Jézus szavait fogjuk olvasni, az első az Máté 5:32 hegyi beszédből. And we will read the words of Jesus. The first one is in the Gospel of Matthew 5:32. Megmondatott ez is. Sermon on the Mount. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követel. A másik következő evangéliumban, a Máté 19, 8-9-es vers, 8-as is. The next passage is in the same gospel, chapter 19, verse 9. Azt lehet, hogy majd én olvasom hozzá. 8 and 9. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Márk evangéliumában is van egy vers hasonlóan. Another verse in the Gospel of Mark. Mindig egy kicsit egyébként kiegészül a dolog, vagy egy új szemszögből olvassuk majd. Here we see a different aspect. Aki elbocsátja feleségét, Márk 10:11-12, tehát aki elbocsátja feleségét és mást vesz feleségül, házasságtörést követelne, és ha asszony bocsátja el férjét és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követel. És akkor mi feltegyük az írja a pontot, Lukács 16:18. And just to finish it off, in Luke chapter 16, verse 18. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Jézus szavai. These are the words of Jesus. És ez, nem tudom, hogy vagytok vele, én azért ezeket elég súlyos szavaknak gondolom. I don't know how you are doing with this, but I believe that these words are quite heavy. Azt látjuk a Bibliából, hogy a házasság
több szempontból is nagyon fontos dolog volt. We see in the Bible that marriage was really important from many different aspects. Ugye azt tanítjuk alapból, hogy a férfi és a nő egysége a házasságban tud megvalósulni. We teach that the unity of a man and a woman can be accomplished inside of a marriage. Isten teremtése ebben tud kiteljesedni. And the creation of God can be completed in that. Illetve Isten szeretete a népe az egyház iránt ebben tud megmutatkozni. And God's love for his people can be demonstrated in marriage. Nyilván a család, a házasság, a gyerekvállalásnak is a környezete, kontextusa. Of course, marriage is the context of having children too and having a family. És az Ószövetségben a zsidóknál még nagyon fontos volt az örökség szempontjából is. And in the Old Testament, among the Jews, marriage was really important when it came to inheritance. Ha egy nő fér nélkül maradt, visszament a szülői házba. If a woman remained without a husband, she went back to her parents' house. Már ha nem történtek meg az egyéb dolgok, amiket előír a törvény. Unless those things that the law prescribe is happened. Szóval a házasság sokkal nagyobb megbecsülést kapott. So marriage was viewed with a much higher regard. Egyszerűen hitbeli okokból, másrészt pedig egzisztenciális okokból. Or it was valued much more partly because of religious reasons, but also because of existential reasons. És ez azért hogy szóljon ma is hozzánk. And may this speak to us today too. A házasság az egy szent dolog. Marriage is a holy thing. A katolikusok számára ez egy szentség. For the Catholics, it's one of the sacraments. And they are right. Az Ószövetségben nem látunk példát arra egyébként, hogy Jézus, hogy bárki engedékenyedett volna az újraházasodással kapcsolatban. And in the New Testament we don't see any examples of Jesus or any of his disciples being lenient when it comes to remarriage. Sőt, azt mondta Jézus, hogy tulajdonképpen Isten a szív keménysége miatt adta meg egyáltalán a válás lehetőségét. And Jesus actually told us that it was because of the hardness of hearts that God even gave the opportunity for divorce. Szerencsére azonban Jézus életében is látjuk, hogy nem áll meg itt a dolog. But thankfully, even in the life of Jesus, we see that this thing doesn't just stop here. János 4-ben olvasunk arról történetről, amikor Jézus találkozik a szamáriai, szintén pogány asszonnyal. Because in John chapter 4, we read the story when Jesus meets a woman from Samaria. Jézus így szólt hozzá, olvassuk a 4. fejezet 16-18-ig. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nem, ki van írva? Please read it. Asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Vegyük észre azt azért, hogy itt egy durva szembesítés látunk azért. Let's notice that here this is quite a harsh confrontation. De vegyük észre azt, hogy ez kegyelemből volt. But let us also notice that it was done by grace. És figyeljük meg, hogy meg az történetet ismerve, ha nem, akkor olvashatok majd a János 4-et, de Jézus számára mi az, ami fontos ebben az egész találkozóban? And if you don't know the story, please read the whole chapter 4 of the Gospel of John. But let's see what was important for Jesus in this whole encounter. Az volt számára a legfontosabb, hogy ez a nő megismerje őt. The most important thing for Jesus was that this woman would come to know him. Hogy meglássa, hogy ő a Messiás. That she would see that he was the Messiah. És hogy kapcsolatban legyen vele. And that they would be in a relationship. Ugye van nekünk egy parázna nőnk, amikről beszéltünk már Ráhábról. Okay, we had an adulterous woman, Rahab, that we already talked about. Van nekünk egy 5-ször házasodott nőnk Szamáriából. And here is another woman from Samaria who already had 5 husbands. János 8-ban meg olvasunk egy olyan hölgyről, akit éppen megkövezni akartak, mert házasságtörésen kapták. And in John chapter 8 we read about a woman that they wanted to stone because she was
found right in the act of adultery. Isten vagy testben Jézus a múltjukkal volt elfoglalva? So, God or in the flesh Jesus, was he occupied with their past? Meg voltak bélyegezve ezek az emberek az életük hátralévő részére? Did these people get just stamped for the rest of their lives? Isten undorodva fordult el tőlük? Did God turn his head away from them in disgust? A törvény erejével akart rájuk lesújtani Jézus? And did Jesus just want to like hit them with the heaviness of the law or yeah, kill them with the law? Vagy tudott kegyelemmel fordulni hozzájuk? Or was he able to turn to them with grace? Mint ahogy másokhoz is. With the same grace that he dealt with others. Mi van manapság? So what happens today nowadays? Ugye Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, ahol nem az egyház adja össze az embereket. Hungary is one of those countries where where people are not married by the church. Felmerül a kérdés, hogy Isten mit tekint házasságnak? The question comes up, what does God regard as marriage? Azt, amit mondjuk Magyarországon egy anyakönyvvezető előtt kötünk, tehát a polgári házasságkötés, vagy az egyházi. Does he accept the civil weddings, or only the church weddings? Ha nehéz ezt megválaszolni, hagyd tegyem fel kicsit másképpen a kérdést. If it's hard for you to answer this question, then let me ask it in a different way. Isten szemében házasok-e azok, akik nem egyházi esküvőt kötöttek? Are the people who didn't get married in the church? Does God regard people who didn't get married in the church married? Ugye erre azért egyértelműen tudjuk mondani, hogy igen. And of course we can say yes, of course. Igen, ők házasok. They are married. Akkor miért akarnak az emberek, mondjuk ma Magyarországon itt gyülekezetben házasságot kötni? Then why do people in Hungary want to have a wedding ceremony in a church as well? Mert szerintük ez így lesz csak érvényes Isten előtt? Is it because they think that their marriage will be valid in God's eyes only if they do that? Remélem érzitek, hogy ha így gondolják, akkor nem jól gondolják. I hope that you see that if this is what they think, that they are mistaken. Ahogy kimondták az anyakönyvvezető előtt az igényeiket, meg aláírták azokat az anyakönyvet, ők házasok. Because when they said yes in front of the authorities and signed their papers, they are married. Ma Magyarországon ebben a környezetben az emberek azért akkor látjuk jól a gyülekezeti házasságot, hogyha úgy látjuk azt, hogy Isten áldását kérik a házasságukra ezek az emberek. So today in Hungary we view church weddings right if you see that this is about asking God's blessing on their marriage. És ebben mi örömmel állunk bele. And we gladly step into that position. De hadd kérdezzek tovább dolgokat. But let me ask further questions. A lelkész áldásán fog múlni az ő házasságuknak a sikere? Will the success of their marriage depend on the blessing of the pastor? Ugye úgy gondoljátok, hogy nem. Látok néhány fejet. I can already see that you don't think this has anything to do with that. És ez szerintem is ez a jó válasz. And nem a lelkész áldásán fog múlni a házasságuk sikere. Answer that the success of their marriage is not going to be dependent on the blessing of the pastor. Mi azt szeretnénk látni a gyülekezetben, meg ugye az egész országban is, hogy az emberek, ti, meg mi, úgy éljünk, ismerjük az Urat, és úgy éljünk, hogy az dicsőítse Istent. We want to see people in the church and in the whole country live in a way that it's obvious that they know God and that their lives glorify the Lord. Hogy kapcsolatban legyünk vele. We want all of us to have a relationship with the Lord. Hogy keressük őt és az akaratát. That we would seek him and seek his will for our lives. És ha így élünk, and if this is how we live, akkor áldás lesz az életünkön. Then
our lives will be blessed. És áldás lesz a házasságon. And our marriages will be blessed. Mi olyan párokat szeretünk itt megáldani a gyülekezetben, akiknek látjuk az életében már Isten vezetését. We like to bless couples in our church in whose lives we notice the leading of God. Látjuk megvalósulni Isten akaratát az életükben. And in whose lives we see God's will accomplished. Első házasok? Is this their first marriage? Könnyebb a helyzet. Then the situation is nem kell simpler. Gondolkodni azt, hogy úgy most akkor mit csináljak az, hogy már volt korábban házas. Because then we don't need to think about like what to do with the fact that they had been married earlier. Tulajdonképpen tiszta lappal indulnak. Actually they start with a clean slate. De lehet, hogy náluk is van olyan dolog, ami miatt azt mondjuk, hogy figyeljetek, nem látjuk az áldást, meg a vezetést az életetekben. But it is possible that even in their case we might tell them that look, we don't really see God's blessing on your lives. És nem akarjuk majd azt a hamis illúziót kelteni bennük, hogyha mi megáldjuk őket, akkor áldás lesz az életünkön. And we don't want to give them that false illusion that in case we bless your lives will be blessed together. Özvegy újra házasodik. Okay, a widow gets remarried. Semmi baj. No problem. Kérdés ugyanaz. Látjuk-e Isten vezetését, áldását az életükön? But the question is the same. Do we see God's blessing and leading in their lives, in their relationships? Özvegyként újra házasodni, pláne ha vannak gyermekek, csomó olyan témát hoz föl, amit kezelni kell majd. When you get remarried as a widow, especially if you have children, it will bring up a lot of topics that you will have to face and handle later. Jó, or deal with. Ha látjuk Istennek a munkáját abban a kapcsolatban. It is really good if we can notice God's work in that relationship. Nem az első házassága valakinek, és úgy még, hogy él a korábbi házastárs. Okay, this is not the first marriage of someone, but the previous mate or husband or wife is still alive. Na, akkor lesz somó kérdésünk. In that case, we will have a lot of questions. Mi történt az elsővel? What happened with the first marriage? Miért ment tönkre? Why did it get ruined or why was it broken up? Tudni itt is náluk is, hogy mind a ketten az Úrral járnak. Even in this case, we will want to find out: are both parties walking with the Lord? Láthatjuk ezt az életükben? And is it obvious látjuk in their lives? Can we see the fruits of this in their lives? És higgyetek el, imádkozni fogunk vezetésért, hogy. And believe me, we will pray for leading. Isten mutassa meg nekünk azt, hogy most. Ez az ő terve. That God would show us if this is his plan or not. És higgyetek el, hogy lesz ennek olyan következmény, lesznek olyan esztek, amikor azt mondjuk, hogy nem. And believe me, as a consequence, there will be situations when we will have to say, no, we don't see God in this. Kérdés. The question. Ha mi nem vállaljuk az esketést, attól még összeházasodhatnak? If we are not willing to marry them, can they still get married? Szabad emberek. They are free people. Mi nem láttuk olyannak a kapcsolatukat, hogy áldásukat adtunk volna rá. We just didn't didn't think that we would be able to bless their relationship because it wasn't. De ha összeházasodtak, küzdeni fogunk a házasságukért? But if they still get married, will we fight for their marriage? Hogy mondjam el, foggal körömmel. Let me tell you, we will fight with everything within us. Imákkal, könyörgésekkel, érvekkel. In prayer and petitions and arguments. És nem csak ezeket a házasságért, minden más házasságért. Not only for these marriages, but every other marriage. Már Isten dicsőséget tud egy házasságban megnyilvánulni. Because God's glory can be really demonstrated in a marriage. Jó, akkor Jézus miket mondott? What did Jesus say? Hát azt mondta, hogy majd várjunk csak akkor. But if he said, like, let's wait. Jézus vérvonalában négy olyan nő van.
There are four women mentioned in the genealogy of Jesus. Aki a törvény alapján nem lehetne ott. Who could not be there based on the law? Tamar, Ráhab, Ruth, Becsabé. Tamar, Ruth, Bathsheba, and Rahab. Yeah. Jézus nem vetette el a szamáriai asszonyt. Jesus didn't cast the Samaritan woman away. Jézus a törvény követelése ellenére a haláltól mentette meg a házasságtörésen kapott asszonyt. Also, he saved the life of that woman caught in adultery, in spite of what the law required. Van-e kegyelme az Úrnak erre a helyzetre? Does God have enough grace for a situation like that? Egyébként szerintem ettől lesz szenté az ő kegyelme. And you know what? I think that it is actually this is what makes his grace holy. Ettől lesz szenté az, hogy szenté minden megbocsátás. This is what makes every forgiveness holy. Amit a bűneinkre kapunk. We are given when we sin. És ettől lesz szenté minden házasság, már az első is. And this is what makes every marriage holy, even the first one. Szentnek tekintjük az ő kegyelmét? But do we regard his grace as holy? Mert ha igen, because if yes, akkor nem fogunk vele visszaélni. Then we are not going to abuse it. Mert ugye felmerülhet az a kérdés, hogy hát ő már harmadszor, negyedszer házasodik újra. Because, of course, the question can arise, oh, but this person is getting married for the third or fourth time. Ezért mondjuk azt, hogy szeretnénk látni Isten munkáját az életükben. Szente az ő kegyelme az életükben. That's why we are saying we want to see the work of God in their lives. Is his grace holy in their lives or sanctified or hallowed in their lives? Na, kanyarodjunk vissza a kis történethez egy zárásképpen. Okay, but hogy in closing, let's get back gyors to our story, már. And I will be quick, I promise. A parázna Ráhab bekerül Izrael táborába. So, Rahab the prostitute makes it into the camp of Israel. Férhez megy egy izraeli férfiúhoz. Marries an Israelite. És nagy emberek családjába kerül be. And makes it into the family of a great man. Két záró gondolatom lesz. I will have two thoughts in closing. Emlékeztek, volt egy megállapodása egy szövet, egy esküjük a Ráhab és a kémek között. If you remember, there was an agreement between Rahab and the spies. Abban a megállapodásban nem volt túl sok tennivaló. And in that agreement, there was not that much to do. Nehéz volt megszegni, nehéz volt elrontani. It was quite hard to break that agreement or mess it up. Tulajdonképpen Ráhábnak ott kellett lenni a megbeszélt helyen a alkalmas időpontban. All Rahab needed to do was to be at the place that they agreed upon at the right time. A többi Izrael dolga volt. Everything else was everything else needed to be done by the Israelites. A mi üdvösségünk is ilyen. And our salvation is the same. Nem cselekedetek által érdemeljük ki. Because we don't deserve it by our deeds. Csak ott kell lennünk a megbeszélt helyen. We just need to be at the right place. Meg kell maradnunk Isten kegyelmében. We need to remain in the grace of God. A többi az Úr dolga. Everything else is up to the Lord. It's his job. És még egy-két apró kérdés a végére, and és megválaszoljuk just a few majd. Small questions at the end. Mit tudott meg Józsué a kémektől? What did Joshua find out from the spies? Mi haszna volt belőle, hogy ezekből az információkból, tudván azt, hogy a várost elfoglalják, és a hogyan foglalják el so, a várost? What usage did he get out of this information, knowing that they would take the city? Szükség volt erre a közjátékra? Was this intermezzo needed? Isten nem mondta Józsuénak, hogy küldje ki a kémeket. God hadn't told Joshua to send the spies out. Just read it. Akkor a kérdés, akkor ez mi történt és miért történt? Then the question is, what happened here and why did it happen? Isten Ráhábot akarta megmenteni. God wanted to save Rahab.
Ráhab ugyanis Isten népéhez szeretett volna tartozni. Because Rahab wanted to belong to the people of God. Az Urat akarta követni, és őt tartotta Istenének. And she wanted to follow the Lord and wanted to worship the God of Israel. És egyszer már kimentek a kémek. And since the spies left, véletlenül ez a kincs került eléjük. Accidentally, they found this treasure. És Isten megmentette Ráhábot. I ran into this treasure and God saved Rahab. Vegyetek észre, hogy Isten beleszövi az ő tervébe, az őt kereső embereknek a cselekedetét. And just notice that God somehow weaves it into his plan, all the deeds of the people that seek him. És ezekből nagyon jó dolgokat tud kihozni, üdvösséget tud kihozni. And he can bring really good things out of those, even salvation. És mi is ilyenek vagyunk valahol egyébként. And this is true about us too. Nem kérdezzük meg mi mindenről az Urat. We don't really ask God's opinion about everything. Még ha meg is kérdezzük, akkor meg sokszor nem fog kijelentést adni nekünk, hogy melyik zoknit vegyük föl reggel. And even when we ask him many times, he's not going to reveal us what socks, which socks we should put on in the morning. De Isten a cselekedeteinket fel tudja használni az ő dicsőségére. But God can use our deeds for his glory. Ha keressük őt. If we seek him. Jézus így fordul felénk. And this is how Jesus turns to us. Márki, visszatöttek? Köszönöm. Zárjuk le imával, jó? Okay, és aztán még close it with a prayer. Egy-két dal talán belefér. And then we'll sing a couple more songs to the Lord. Drága Jézus, köszönjük neked a te ígédet. Dear Jesus, we thank you for your word. Köszönjük a kegyelmedet, Uram. And thank you for your grace, Lord. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy itt egy nőt mentesz meg, a családját. Thank you that here we see that you are saving a woman and her family. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy te is így mentesz meg minket. And thank you that we can see that this is exactly how you save us. És láthatjuk azt is, hogy a mi kis tétova keresésünk az számodra értékes. And we can also see that our seeking of you is even when it's weak, it is valuable for you. És abból jó dolgokat tudsz kihozni. And you can bring good things out of them. Köszönjük, hogy ilyen kegyelemmel tekintesz ránk. And thank you that you look at us with grace. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt is, hogy szent a te kegyelmed. And Lord, we thank you that we can also see that your grace is holy. Párját ritkító. There's nothing like it. Tiszta. It's pure. És életet ment. And it saves lives. Szeretnénk így tekinteni a kegyelmedre. And this is how we want to view your grace. De szeretnénk bátrak lenni ahhoz, hogy ezt elfogadjuk. But we also want to be grace to receive it. Szeretnénk keresni téged, úgy járni, és hogyha elénk kerül egy ilyen nagy ajándék, szeretnénk elfogadni. We want to seek you, and when we face a gift, a huge gift like this, we want to receive it. Mert nekünk adod. Because you are giving it to us. És segíts, hogy ilyen ajándékkal jól tudjunk bánni. And help us to treat such gifts well. Hálával, tisztán. Gratitude with purity. Keresve a te akaratodat azzal is. Seeking your will concerning it. Köszönjük ezt neked. Thank you, Lord. Kérjük áld meg az estét. We pray that you would bless this evening. Te nevedben. In your name. Amen. Amen. Véget nem ér, nem szürkül el.
bűnbánatomban most átadom, és csak téged imádlak, megváltom, ez a szívem bánja, ez a szívem. Téged áll.
I want to ask all of you who are Christians to help me right now. Ilyen üzenetek után, amit nagyon köszönök a Zolinak, hogy ezt itt hallottunk. After a message like this, and I'm really thankful to Zoli for preaching it. Talán úgy voltál, hogy miért kell ez nekem? And maybe you were thinking, why do I need this? Azért, mert sok ilyen helyzettel, meg párral, meg emberrel fog szembe találkozni. It is because you will face many such situations and people and couples. És őnekik is Jézus kegyelmére van szüksége. And they need the grace of Jesus too. És ez az, amit mutatnunk kell, amit ma tanultunk. And we need to show them what we learned today. De csak amit mondani akartam, ilyen üzenetek után. Say after a message like this. Nem mehetünk el úgy, hogy föl ne tenném azt a kérdést. We cannot leave without me asking the question. Hogy te ma itt este Isten családjába tartozol? Tudod ezt mondani magadról? You who are here this evening, do you belong to the family of God? Are you able to say that yourself? Ha az örökkévaló életedre gondolsz, akkor úgy érzed, hogy az biztonságban van? Ha meghalnál, akkor a mennybe mész? If you think about your own eternity, do you think it's safe? Do you believe that if you die, you will go to heaven? Mert ez a mai üzenet mondta nekünk, hogy mi a parázna hazugok. Because this message this evening told us that we who are adulterers and liars, megmenekülhetünk. We can get saved. És Isten családjába tartozhatsz ma este. And we can belong to the family of God. Even this evening you can become part of the family of God. A Biblia azt mondja, a szívemmel hiszem, a számmal megvallom, akkor üdvözülök. Says that if I believe in my heart and with my mouth I confess it, then I will be saved. És lehet, hogy te is így vagy ma este itt. And maybe this is how you are here this evening. Szeretnél ennek a családnak a része lenni. That you want to become part of this family. Hogy keresztények, most imádkozzatok azokért, akik itt lehet, hogy nem keresztények so közöttünk. So you Christians, please pray for those who might not be believers yet here among us. Én pedig azokat, akik szeretnének Isten családjába tartozni, most vezetni fogom egy imába. And I will lead those who want to become the family of God. I will lead those in prayer right now. Ha te vagy az, aki szeretnél Isten családjába tartozni. So if this is you and you want to belong to the family of God. Nagyon kérlek, hogy ismételd utánam ezt az imát, then akár csak így magadban. Please repeat this prayer after me, even in your own heart. És hogyha te így kiáltasz Istennek, így segítségül hívod őt, and akkor ő ma beköltözik az életedbe. And if this is how you will cry out to God, if this is how you will ask for your help, he will move into your life today. És persze ez nem egy varázs ima. It's not like a hocus pocus prayer. Ez közted meg Isten között van. But this is something that happens between you and God. És hogyha te őszintén kéred most őt velem együtt, akkor be fog költözni az életedbe. And if you honestly ask these things from him as you repeat it after me, then he will move into your life. Úgyhogy kérlek, hogyha te vagy az, imádkozd utánam. So if this is you, please pray this after me. Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem. Jesus, I thank you that you died for me. Bocsáss meg a bűneimet. Please forgive me my sins. Te vagy a megváltó. You are the savior. Én vagyok az, akinek megváltásra van szüksége. And I am the one who needs to be saved and redeemed. Most megnyitom az életemnek a kapuját. And now I open the gates of my life to you. És arra kérlek, hogy gyere és költözz az életembe ma. And I ask you to come and just move into my life today. Kérlek, hogy legyél az életem ura mostantól kezdve. Please come and be the Lord of my life from this moment on. Köszönöm, hogy meghallgattál. Thank you for hearing my prayer. Jézus nevében. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ha te vagy az, aki elmondta ezt az imát. If you are the one who said this prayer. Kérlek, hogy az óra után gyere majd oda hozzám. Please, after the Bible study, come and tell me about it. Szeretnélek kicsit bátorítani, meg imádkozni érted. I want to encourage you and pray for you. És énekeljünk most még egy dalt itt and a végén. Let's sing another song in closing. És köszi, hogy imádkoztatok. And thank you.
Atyám, hatalmas Isten vagy. Father, you are a mighty God. Mindenünk téged dicsér. And yes, everything within us Uram, is praising you. Mindent beleadunk. And we will give you everything. És köszönjük, hogy te mindent beleadsz. And thank you that you are giving all that you are. Köszönjük, hogy a kegyelmed az olyan nagy, olyan mély. Thank you that your grace is so mighty, so deep, so huge. És köszönjük, hogy beleférünk. And thank you that we can fit into it. Arra kérünk, Atyám, hogy hadd növekedjünk ebbe a kegyelembe. And Father, we pray that we might grow in this grace of yours. És imádkozunk, hogy egyre inkább bölcsek legyünk, meg tisztán lássunk téged, hogy te milyen vagy. And we pray that we would become wiser and that we might see you more and more the way you really are. Atyám, itt van előttünk egy olyan ünnep, amikor olyan emberekre fogunk emlékezni, akik már nincsenek köztünk. And Lord, we are facing a holy day when we will remember people who are no longer among us. Uram, amikor úgy közel kerül a halál. When death somehow comes close to us. Uram, add meg nekünk, hogy bátorítóak legyünk azoknak a családtagoknak, akiknek még nincs reménységük. And Lord, help us to be encouraging to those or in the lives of those family members who don't have hope yet. És Uram, segíts nekünk, hogy adjunk nekik reményt. And Lord, help us to give them hope. Kérlek, hogy áldj meg minket. Lord, please bless us. Kérlek, Uram, hogy mozdulj a lelkeddel. And Lord, we pray that you would move by your spirit. Uram, frissíts fel. And refresh us. És lángold föl a szívünket, érted? And set our hearts on fire for you. És áld meg ennek az estének a hátralévő and részét. And please bless the remainder of this evening. Hogy bátorítani tudjuk egymást, meg imádkozni egymásért. That we might be able to encourage each other and pray for each other. Jézus nevében kérünk. In Jesus' name we pray. És Isten minden ember azt and mondja, all hogy God's people said, Amen. Az Úr áldjon benneteket. May the Lord bless you. Nagyszerű, hogy itt voltatok ma este. It is so good that you were here this evening. Ha imára lenne szükségetek, mi itt leszünk elől, és szeretnénk veletek imádkozni. In case you need prayer, we'll be standing here in the front, and we want to pray for you. Illetve, hogyha Isten úgy vezet, hogy adakozz, akkor ott oldalt megtalálod az adakozó dobozokat. Or if the Lord is leading you to give, then the tithe boxes are by the entrance. De gondolom, ezt már tudjátok. But I think you all know that. Isten áldjon benneteket, jó éjszakát. May God bless you. Have a good evening. És elköszönünk azoktól is, akik néznek minket. Sziasztok, jó éjszakát. And we just want to say goodbye to those who were following us online. Bye-bye.